kutatásommal kapcsolatban ez a fő várakozás és ez a legfontosabb kérdés, akkor sajnos le kell lőnöm a poént. Nem. Amiről én beszélni szeretnék, az ehhez képest egészen más. Az első világháborúra való emlékezésnek a két világháború között gyakorolt néhány formájára szeretnék egy kis figyelmet fordítani. Előrebocsátva azonban azt, hogy sem a kérdésnek, sem bármennyire is vannak ellenkező látszatok a világháború kutatásnak, nem vagyok szakértője igazából, sőt, ezek a konkrét kutatásaim és anyagfelméréseim is még folyamatban vannak, tehát biztos önök közül sokan lesznek azok, akik kiváló ellenpéldákkal azonnal cáfolják majd némely állításaimat, ezért előre is elnézésüket szeretném kérni. Bármennyire is lehet és helyes bírálni a jelen Magyarország első világháborúval kapcsolatos emlékezetpolitikáját, és ezt azt hiszem megtettük és meg is tesszük még ma, és a jövőben is. Azt gondolom, hogy egy üdvös, vagy számomra legalábbis rokonszenves jelenség, hogy egy kisember központú, vagy ha másként akarjuk megfogalmazni, társadalomtörténetírás központú új típusú emlékezés egyre jobban előtérbe került. Nem a hősökről és a nagy tábornokokról beszélünk ma már, hanem sokkal inkább a kiskatonákról, a frontharcosokról, és, amit különösen fontosnak tartok, a hátországban szenvedőkről, a hátországban élő férfiak, nők, idősek és gyerekek teljesen megváltozott életkörülményeiről. Na most az ilyen típusú megközelítése az általam vizsgált Horthy-korszakbeli forrásokból gyakorlatilag teljesen hiányzik, és ennek az egyik oka nyilván az, hogy a történetírás, a hadtörténetírás is másként állt akkor ezekhez a kérdésekhez, de ami engem itt az előadásom során jobban fog foglalkoztatni, az inkább az, hogy a Horthy korszak mondjuk így hivatalos ideológiájába ez a fajta megközelítés miért nem annyira fért bele, és ehelyett viszont hogyan kívánták tematizálni a világháborúról való emlékezést, a világháborúról való gondolkodást. Alapvetően három jellegzetes forrás típust tekintettem át, mint említettem, töredékesen az előadásra készülve. Az egyikben, egy az egyben Ceglen Miklós egy korábbi konferencián elhangzott előadására támaszkodva azt vizsgáltam, illetve vizsgálta ő, hogy a két világháború közötti középiskolás történelem tankönyvek mit és hogyan írnak az első világháborúról. Erről igazából sokat nem szeretnék beszélni, majd megjelenik Ceglen Miklós tanulmányot, ez elolvasható. A lényeg az, hogy a nagy történet, a hadműveletek története szerepel, nagyjából annak megfelelően, hogy Bormann Ferenc az első generációról, és akkor csak kimondtam a kifejezést, megírt erről. A második, amiben a kutatásaim mondjuk itt folyamatban vannak, a világháború kirobbanásának 10. évfordulóján, 1924 nyarán a fővárosi napilapok mit írtak a világháborúról, milyen a konkrét, aktuális megemlékezésekről számoltak be, illetve milyen vezércikkek, publicisztikák, glosszák, irodalmi alkotások jelentek meg ezeknek a fővárosi napilapoknak a hasábjai ebben a bő másfél hónapban, illetve a harmadik, amiről végeredményben az előadásom címe szólna, hogy az első világháborúban fontos szerepet játszott politikusok, és részben maradjunk inkább politikusok memoáriaiban, amelyek nagyjából a 20-as években jelentek meg leginkább, milyen szemléletmódok jellemzőek az első világháborúval, és konkrétan IV. Károllyal kapcsolatban. Itt egy korábbi konferencia előadásomból vettem az anyagot, és azt igyekszem ebbe a gondolatmenetbe beilleszteni. Mind a három forrás típusból számomra az a meglátás kerekedett ki, hogy a magyarok szenvedései háttérbe szorította Magyarország szenvedése, vagy másként fogalmazva a Trianon fontosabb, mint maga a világháború. Az ország összeomlása, szétdarabolása, a nemzet szenvedése fontosabb és nagyobb, mint egyes emberek bármilyen nagy szenvedése, és ez rögtön tematizálja is azt, hogy miként és hogyan kívánunk mindenről beszélni a 20-as években, a Horthy korszakban. Az emlékezés tehát nem arra keresi a választ, hogy mi történt, hanem inkább azt, hogy hogyan történt, ki milyen módon felelős ezért a nemzeti kollektív katasztrófáért. És igazából itt azt érdemes lenne kijelenteni, hogy tulajdonképpen mind a korszak jobboldali és szélsőjobboldali, mind a korszak hazai és emigráns baloldali megnyilvánulásai ugyanerre a kérdésre keresik a választ. Tulajdonképpen ez a forradalom után műfaja, ami nagyon gyakori ebben a korszakban.
Persze felmerül, hogy hogyan emlékeznek azok, akik a konkrét kisemberekként átélték a világháború szörnyűségét, tehát a frontharcosoknak kialakult-e adott esetben a második, nyilvánosság második szintjén egy ettől eltérő emlékezési kultúrája, mondjuk bizonyos katonai egységek megemlékezéseinél, bizonyos katonai egységek hősi emlékműveinek felavatása során, és így tovább, és így tovább. Itt nyilván nagyon-nagyon sok konkrét emlékmű, avatási beszéd, évfordulós gyűlés forrásait kell majd még összegyűjteni, hogy erre egy korrekt választ tudjunk adni. De nekem a nagyon kevés tárgyi ismeretem megerősíti azt, hogy tulajdonképpen itt is beleillesztik az ő egységüknek, ezredüknek, zászlóaljuknak, városuknak, falusi közösségüknek a világháborús szenvedés történetét, a nagy szenvedés történetbe. Hívnak egy-egy politikust, egy-egy tábornokot, aki már erről fog beszélni, aki felszólítja őket arra, hogy ne feledjék ezeket a hősies helytállásról tanúskodó éveket, mert lesz még szükség hasonló hősies helytállásra, és ez egy nagyon-nagyon fontos üzenete az egész emlékezés kultúrának a magyar hivatalosságban, a jobb és szélső jobb oldalon. Azt tudnék, hogy a háború nem egy lezárt történet, egy újrajátszandó harcról van szó, hiszen ahogy lezárták az első világháborút, Trianon, az nem elfogadható, meghaladandó, megváltoztatandó, és erre készülnünk kell. Ez tehát nem teszi alkalmassá a pacifista beszédmódot, hiszen a pacifista beszédmód adott esetben lefegyverző. A háborúra lelkesedés az előző háború szörnyűségeire való állandó emlékeztetéssel lehetetlen, és így a Trianon revízióját, az irredenta kultusz nem lehet egy pacifista világháborús emlékezési kultúrával együtt végezni. Nem meglepő ezek után, hogy hol találjuk meg a 20-as években, mondjuk így konkrétan 1924-ben, vagy általában a memoár irodalomban az ezzel szemben álló és a mai szemléletünkhöz persze sokkal közelebbi pacifista, a háború szörnyűségeit előtérbe állító beszédmódot az akkori magyar baloldalnak és az akkori nemzetközi baloldalnak egymással egyébként szoros összefüggésben álló emlékezés kultúrájában, emlékezési beszédmód. 1924-ben a Szocialista Internacionális egy gyűlésen elhatározta, hogy Jean Jaurès meggyilkolásának emlékére minden pártszervezet akárhol működhet legálisan, emlékezzen meg Jaurès haláláról, és ennek kapcsán emlevenítsék fel a világháború szörnyűségét. Ez megtörténik Magyarországon is, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt a legkülönbözőbb pártszervezeteiben emlékgyűléseket tart, ahová a központ elvtársakat delegál, akik elmondják, hogy mekkora nagy ember volt Jaurès, Népszava Műraközdi Adinek a versét például, és általában is ebből a nemzetközi kontextusból is levezethető, de természetesen a magyarországi baloldal versus jobboldal aktuális ideológiai és politikai vitával is mint háttérrel jellemezhető, eltérő emlékezési kultúra kitapintható. Átérnék előadásom címben szereplő második felére, amely tehát IV. Károly alakjának a két világháború közötti memoár irodalomban elfoglalt helyéről és ennek jellegzetességeiről szólna. IV. Károlyról el lehet tehát azt mondani, hogy ahogy a háború általában, úgy IV. Károly személyisége is háttérbe szorul, ugye itt többször elhangzott a felülírja kifejezés, itt is erről beszélhetünk. IV. Károly alakját egyrészt elődje Ferenc József sokkal hosszabb, ugye 34-szer hosszabb uralkodási időszaka háttérbe szorítja, ez bizonyos értelemben logikus. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy a háború, mint olyan, rányomja a bélyegét Károly teljes uralkodására, hogy egy háborús császárkirályról beszélhetünk, és ha a háború, mint olyan Trianonhoz képest háttérbe szorul, akkor érthető, hogy a háborúhoz képest sem jelentős, Károlyról sem beszélünk sokat. Romsics Gergely kiváló eredményei alapján jól ismerjük a monarchia felbomlásának osztrák feldolgozását, azokat a narratívákat, ahogy a felbomlás történetét az osztrák német nemzeti, az osztrák mondjuk így monarchista, illetve az osztrák baloldali ideológia, politikai irányzatok hogyan tárgyalták.
És ennek nyomán igyekeztem én is elkülöníteni a két világháború közötti nyilvánosságban, illetve memoár irodalomban három különböző típus, egy jobboldali, a szélső jobboldallal sok tekintetben átfedést mutató, egy baloldali vagy októbrista típusú, és egy köztes, centrista, későbbiek során akár legitimistának is nevezhető monarchista jellegű megközelítésmódot, beszédmódot. De ha a hármat összegezve megnézzük, majd ez lesz a következő néhány diánatár, akkor azt láthatjuk, hogy egyik fő narratívában sem játszik központi szerepet negyedik Károly. A jobboldali narratívában sem, a baloldaliban sem, és bizonyos értelemben a legitimistában valamelyes. Ferenc József elhomályosítja negyedik Károlyt. Mi is a magyar jobboldali, illetve szélsőjobboldali diskurzus a világháború utáni évekről, és itt megint hangsúlyozni szeretném, a világháború szinte meg sem történt, minden a forradalmakkal kezdődött, ugye a szegfő elemzés kapcsán Dénes Iván Zoltán ezt nagyon szépen bizonyította, nem is szeretnék itt erről sokat beszélni. Látható és ismert, hogy a jobboldali diskurzusban, amit egyébként a három nemzedék nagy mértékben meghatározott, a zsidók, a szabadkőművesek, az érzelmi politika, a felelőtlen nacionalizmus okozza a fölbomlást. Ők ölik meg azt az egyetlen férfit, aki esetleg meg tudta volna állítani a katasztrófát, ez lenne Tisza István. Itt nyilván a nem tiszapárti jobboldal ezzel már nem ért egyet, tehát vannak alvariációi ennek a fő narratívának is. És természetesen a fő felelős a bűnben Károly Mihály, aki vagy azért, mert egy sátán, vagy azért, szó szerint, vagy azért, mert felelőtlen, de útjára engedi ezeket a romboló erőket, ugye itt lehet megint variálni, hogy az utcát, a csőcseléket, vagy a galíciai söpredéket, tehát nyilván mindenki ízlése szerint válogatott a lehetőségek közül, és ő a felelős a fölbomlásért, ő a felelős a hadsereg szétszüllesztésért, ő a felelős azért, mert a kommunisták hatalomra kerülhettek, mindent lehet az ő nyakába varni, klasszikus bűnbakképzés tulajdonképpen. Ehhez képest negyedik Károly szerepe ebben a jobb és szélsőjobboldali diskurzusban teljesen másodlagos, harmadlagosnak is mondható. Egyedül ott van egy epizód szerepe, és inkább a tiszapárti jobboldali emlékezetben, hogy miért kellett leváltani a miniszterelnököt, aki ebből az alcsoportból származó hangok szerint alkalmas lett volna megállítani a katasztrófát. Illetve szintén elsősorban tiszapárti szerzők között tapasztalható az a gondolat, hogy talán azért, mert ő alapvetően magyar ellenes volt, hiszen Ferenc Ferdinánd hatása alatt nevelkedett, de ez nincs így nagyon kimondva. Ehhez képest nézzük meg, hogy mit mondanak az októbrista vagy baloldali szerzők, már többé a memoár irodalom kitüntetett szerzői az egész összeomlás történetről. Itt nyilván már az összeomlás pillanatában megszületnek az akkor aktuál politikai, programszerű és propagandista ízű, ugyanakkor elemző igényű megszólalások is. Néhányat idézek itt. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 18. október 8-án kiadott nyilatkozatában egy az egyben az addig uralmon levő elitet teszi felelőssé a háborúért és a vereségért és a háborús szenvedésért. Nagyon markáns, mozgósító erejű kifejezésekkel is élve. Károly Mihály a képviselőházban tartott nagy beszédben október 16-án egyenesen a vádlottak padjára kívánja ültetni az addig hatalmon levő elitet, és megfenyegeti őket, hogy ebből nem lehet felmentő ítéletet hozni, sőt, Lovászi Márton bekiabál, hogy 1 millió magyar vére szárad a lelketeken. Vagyis összefoglalva, mind a polgári októbrista, mind a marxista, szocialista vagy radikális baloldalnak a állítása, hogy a háborút, a háborús vereséget, az összeomlást a régi elnyomó uralkodó osztály, az úri elnyomás adta, ennek további alvariációival, a nemzetiségik elszakadását is az úri elnyomás okozta, tulajdonképpen érthető is, hogy ez bekövetkezett, olyan elviselhetetlen volt itt Magyarországon minden. Ehhez képest negyedik Károlynak a szerepe, mint sokszor említettem, másodlagos, nem olyan fontos, nem ő az ellenfél, nem ő jelképezi a régi rendet, az úri elnyomást, hiába ő az államfő, hiába nem kisebbek az ő jogosítványai, mint voltak Ferenc Józsefének, mégis ő másodlagos figura, valószínűleg azért is, mert egyrészt azért csak hozzájárult Károly Mihálynak, a baloldal egyik hősének a miniszterelnökségéhez, tehát nem lehet teljesen negatívan beállítani a szerepét, másrészt kikerül az aktív politikusok közül azáltal, hogy emigrációba kényszerül, és nincs aktuál politikai értéke annak, hogy mit mondunk róla.
egy Tiszáról, akit ugyan megölnek, de mégis egy nagy jelentőségi figura, egy Andrássyról, aki aktívan politizál, egy Apponyi, aki nem annyira aktívan politizál, de mégis csak jelen van, érdemlegesebb, aktuálisabb üzeneteket lehet a múlt minősítése kapcsán mondani. Vagyis negyedik Károly egy jó indulatú, nem feltétlenül rossz, de nem is a határozottan a jó oldalra sorolható figura, akinek a legfőbb hibája az, hogy határozatlan, hogy nem áll teljes szívvel a bal oldal mellé, túl későn ismerte fel, hogy Tisza és Vekerle helyett Károlyt és a szociáldemokratákat kellett volna hatalomra juttatni, ennyi a felelőssége, de ez eltörpül a többiek felelősségéhez képest. A harmadik ezekhez képest másodlagos jelentőségű és halkabban megnyilvánuló csoport a negyedik Károlyról megnyilvánuló emlékiratok között az általam centristának nevezett kör, amely eléggé heterogén, az jellemzi őket, hogy tulajdonképpen 17 közepétől 18 őszig ők voltak hatalmon, már tudnivik, negyedik Károly miután Tisza Istvánt leváltotta, nem a Károlyi típusú és a még baloldali pártoknak, hanem az akkori aktuális parlamenti ellenzéknek adott lehetőséget, ez az ifjabb Andrássy Gyula és köre, ebben a meglehetősen heterogén társaságban nyilván mások is voltak, a képen látható Apponyi is, és a 18-19 utáni utak is eléggé szerteágazó, de ezek a politikusok két szempontból is fontosak. Egyrészt sokkal személyesebb kapcsolatban vannak negyedik Károllyal, ők negyedik Károly magyarországi kormányzói, amit tetszik. Másrészt emiatt negyedik Károlynak a szerepe, a jelentősége az ő visszaemlékezéseikben objektív és szubjektív okok miatt egyaránt nagyobb jelentőségű, és ezért bizonyos értelemben érdekesebb. Ebből persze következik a szubjektivitásból, hogy egy pozitív elfogultságot tapasztalunk negyedik Károly irányában az ő oldalukról. Így például Apponyi Albertnek, a legitimista mozgalom egyik tekintélyének negyedik Károly halála után mondott egyik beszédéből látszik, hogy negyedik Károlyt a katasztrófáért még kis részben sem szabad felelőssé tenni, ami azért nyilván meglehetősen elfogult és pozitív nézet. Utolsó gondolati elemként szeretnék beszélni egy kicsit negyedik Károly koronázásáról. Ezeknek a memoároknak ugyanis jelentős részében a koronázás kitüntetett szerepet kap. Egyrészt, mint a köztörténetben, a közemlékezetben eleve megragadt, látványos, fontos, sokak által személyesen is, tízes százezrek által személyesen is látott, megtapasztalt esemény. Másrészt, mint egy olyan, már maga az esemény is egy szimbólumokkal, jelképes aktusokkal teli eseménysorozat, ceremónia, ami azután alkalmat ad arra, hogy az egyes szereplők a memoárjukban utalásokkal, irodalmi megfogalmazásokkal, szóhasználattal jelezzék, sugallják a saját politikai, ideológiai, történeti véleményüket negyedik Károlyról. Ezek egyébként nagyon ismert dolgok, csak szeretnék két végletes példát itt fölhozni. Az egyik az, amelyik negatív elfogultsággal viszonyul Károlyhoz. Ebből viszonylag kevés van. Idézek egy baloldali és egy jobboldali szerzőt is. A baloldali Nagy Vince, októberista politikus, aki valószínűleg függetlenségi hátteréből fakadóan nagyon negatívan gondolkodik negyedik Károlyról, kiugróan negatívan saját októberista, károlyista köréből is kiri ezzel. Ugye ő említi azt az egyébként a közemlékezetben ideológiamentesen is megrögzült emléket, hogy megbillent a korona a negyedik Károly fején. Ugye minket most nem az érdek, hogy ténylegesen megbillente vagy sem, hanem hogy ezt a képet, ezt a metaforát metaforaként hogyan tárja elénk a szerző, és sokkal szájbarágósabban, mint bárki más, aki ezt említi, ezért is őt idézem, megmondja, rossz ómen, és napok alatt erről a rossz ómenről beszéltek, a bajóslat igazzá vált, Károly csak ugyan elveszítette a királyságát. Ennél szájbarágósabban ezt nem lehet elmesélni, hogy a jelkép, az emlék politikai érdemelt értelmet fog nyerni. Egy másik, kevésbé látványos és inkább sugalló történet, ami megvan Nagy Vincénél is, és a bizonyos megszorítása a Tisza pártinak mondható Bánfi Miklós emlékezéseinél is, az arról szól, hogy amikor Károly föllovagol
a koronázási dombra, akkor kiderül, hogy ő nem igazán jó lovas, hogy neki lendül a ló, ő nem tudja megállítani, és akkor jönnek mindenféle heroldok, akik megállítják a lovat. Ez egyébként a film elvételen látszik is, itt most filmet nem tudok mutatni, csak egy fotón. És a szembeállítás itt Ferenc Józseffel következik be. Ferenc József esetében erre nem volt szükség, Ferenc József kiváló lovas volt, ura volt a helyzetnek, és ugye itt megállnak az elbeszélők, de ez rögtön tovább gondolásra készteti az olvasót. Ferenc József ura volt a lovának, ura volt a helyzetnek, ura volt a birodalmának. Károly rosszul lovagolt, nem volt ura a lovának, el is vesztette a birodalmát, mert gyenge kezű lovas, gyenge kezű uralkodó volt. Egy másik példa, ami a leglátványosabban hozza vissza megítélésem szerint azt, hogy mennyire szubjektív megítélésem múlik az, hogy hogyan írok, hogyan beszélek egy konkrét eseményről. Kraj István kabinetirodai titkár, aki hát személyében is függött Károlytól, a családját Károly tette váróvá, tehát abszolút feltétlen híve volt IV. Károlynak, egy nagyon szép képpel írja le a koronázás egy epizódját, ugye december 30-án nagyon borongós, esős napon vagyunk Budán, és azt írja le, hogy amikor a király leteszi az esküt a Szentháromság téren, akkor a felhők közül kisüt a nap, és hát nyilván ugye most hirtelen így az István király jut eszembe, felkent a mi napunk, ugye ez ugyanaz a gondolat, ugyanaz a metafora. Szép idők jönnek, jó király, jól tettük, hogy megkoronáztuk, jó királyunk lesz ő nekünk. Tehát Kraj családnak jó tett, ez nyilván. Ezzel szemben Bánffy Miklósnál, mint a kettő két világháború közötti visszaemlékezés, tehát nem arról van szó, hogy az egyik aktuálisan ír, a másik későbbi. Bánffy Miklósnál pont arról van szó, az ellenkezőjéről, hogy a napsütés véget ér. Tehát egyszerűen van egy pillanatnyi napsütés, jellemzően akkor, amikor Tisza elkiáltja magát, akkor ez utána már véget ér. Tehát az egészet megfogja ez a borongás, ez a bajóslatú sötétség, ami az időjárásból nyilván egy sokkal átvittebb, sokkal szélesebb értelmű megközelítést kell, hogy nyerjen. Ugye a dolog azért érdekes, hogy ugyanarról írnak, mondjuk feltételezhetjük, hogy az egyik innen nézte, a másik onnan, az egyikre pont rásütött a nap, a másikkal a feltétele borította, de a nevekből látom, hogy gondolom önök is értik, hogy nem erről van itt szó, hanem különböző típusú véleményeknek a képszerű megfogalmazásával. Úgy látszik, én jól gazdálkodtam az idővel, mert már az összegzéshez jutottam. Azt mondhatjuk tehát, és remélem, hogy a későbbi vizsgálatok ezt nem fogják megcáfolni, de sajnos erre van lehetőség, ne legyen az ember túl marevel ragaszkodó a saját prekoncepcióihoz, hogy ahogy Magyarország királyát, ilyen szempontból talán másodlagos is, úgy az egész háborút háttérbe szorítja a két világháború közötti emlékezés nyelvében a felbomlás probléma, a Trianon probléma. Ez az, ami a jobb és baloldali szerzőket és ennek nyomán, illetve részben szerintem azért ettől függetlenül is, a közembereket érdekli. Ez az, amire keresik a választ. A háború különösen háttérbe szorul a jobboldali diskurzusban. Ők szinte Károlyval kezdenék a történet elmesélését. Nem véletlen, hogy a jobboldali és különösen szélsőjobboldali memoárok szeretik a német tördöfés legendával párhuzamos emlékezési konstrukciókat emlegetni. Ez főleg Gömbös Gyulánál nagyon markáns. Ugye ő azzal kezdi az egészet, hogy hát a fronton még szinte győztesen voltak a csapatok, messze a magyar határoktól, amikor jöttek ezek és tovább. A baloldalnál azért a háborúnak van szerepe, de csak olyan, mondjuk így illusztrációként, ami alátámasztja, hogy mennyire nem volt méltó a régi elit az uralomra, mennyire sok szenvedést okozott az országnak. Van olyan Népszava vezércikk, amely például kifejezetten arról beszél, hogy akkoriban egyedül a szociál 14 július válságban egyedül a Szociáldemokrata párt volt nemzeti párt, mert csak ők gondolták végig a háborúval járó esetleges nemzeti katasztrófát, és a magukat nemzetinek mondó politikusok, akár Tisza, akár az ő parlamenti ellenzéke Aponyi, akit kifejezetten névvel is bántanak, ugye a hátvégre kijelentése miatt, ők nem voltak méltóak erre a nemzeti jelzőre. Ugye ez bizonyos értelemben csak instrumentalizálja a háborút és a háborús szenvedést, de nem egy érdemi kisemberi megközelítés, ha mélyebben belegondolunk.
Vagyis azt mondhatjuk, hogy a baloldali emlékezés a 20-as években, vagy kitüntetetten 1924-ben ugyan sokkal közelebb áll a mai társadalomtörténeti, vagy kisemberközpontú szemléletmódhoz, de ennek nem feltétlenül egy modernebb, vagy kifejezetten ténylegesen demokratikus és szociális érzékenység az oka, vagy nem csak az az oka, hanem aktuális politikai és ideológiai érdekek is. Köszönöm szépen!